Sziasztok, Tömke vagyok. Ez most egy teleknézés podcast lesz. Viszonylag ritka az ilyen egyébként, mert nincs mit mesélni a adott telekről. Az érdeklődőnek két darab házat kellett megnéznem, két használt házat, meg ezt a telket. Használt házak azok majd egyszer talán elmesélem. A lényeg az az, hogy az egyik az abszolút full kuka, mindenhonnan vizesedik, minden szar, nem valós adatok vannak a hirdetésben, stb. Se négyzetméterek, semmi nem stimmel. A másik ház az szóba jöhet, én kicsit sokallom az árát, de az még úgy, ahogy oké. Okay. Tehát nincs semmiféle strukturális hibája vagy ilyesmi. Megközelíthető az elsővel ellentétben. A telek az egy kisvárosnak a hegyes dombos részének a tetején van. Rendelkezik építési engedéllyel, de eladóvá vált. Van rajta egy kis ház, amit a tulajdonos meg akart tartani, legalábbis így hirdeti. Mielőtt belevágunk ebbe a telekbe, azért mesélnék egy pár dolgot egy ilyen lejtős telken való építkezésről. Ugyanebben a városban egy jó pár évvel ezelőtt szintén így a hegy tetején terveztem egy házat, amit egy általam jól ismert kivitelező épített, meg kijártam tervezői művezetni is, tehát végig láttam a folyamatot. Úgy képzeljétek el az egész telket, meg a pozícióját, mintha egy kakaós csigának a közepét így fölfelé megemelnéd, és az egész így spirál alakba fölfelé emelkedik. Mindez tarkítva azzal, hogy rendkívül szűkek az utcák, tehát már két személyautó sem fér el egymás mellett, na most erre kellett építkezni. Én mondtam a megrendelőnek, általában a tétes költségvetési kiírásba én 5%-ot szoktam beleírni a bruttó anyagára vonatkoztatva anyagmozgatási költségként. Mondtam, hogy hát itt azért számoljunk legalább 20%-kal, ugyanis semmilyen nagyobb autó nem tud oda a telekre felmenni. Az építőanyagokat is 4 raklapjával kellett fölvinni, mert az autó tudott egyszerűen felkapaszkodni, meg megfordulni, mert természetesen zsákutca, miért ne? Betonokat is kis mennyiségbe tudtak felvinni csak, úgyhogy eleve úgy kellett terveznem a házat, hogy nem födénpallóval, nem monolit födémmel, hanem betongerendával, kefnivel, ami ténylegesen kézzel mozgatható, és a vége az anyagmozgatási költségnek több mint 30% lett. Azaz 6-szorosa, mint egy normál háznál, és ez nagyon súlyos milliókban mérhető, mert képzeljétek el mondjuk egy 100 négyzetméteres házat, amit most felépülne mondjuk 70 millióból, ebből durván ilyen, hát 60%-a az anyag, de mondjuk az egyszerűség kedvéért, hogy fele, tehát 35 millió, és ennek a, nem mindegy, hogy az 5%-a az anyagmozgatási költség, ami plusz, vagy a 30%-a az anyagmozgatási költség. És mondom, végigkövettem az építkezést, tehát ténylegesen tisztában vagyok azzal a küzdelemmel és azzal az anyag ár többlettel, amit ez eredményezett. Emellett a kivitelező beleőszült abba, hogy egész nap folyamatosan azt kell koordinálnia, hogy jönnek a terrautók, gyorsan önts le, gyorsan menjél, de ha valamelyik szomszéd jött haza, vagy valamelyik szomszédhoz jöttek, a teljes utcába valakihez jöttek, és ott megállt egy személyautó, már nem tudott eljönni mellette, ez nagyon sokszor előfordult, nem tudott eljönni mellette a teherautó. Borzasztó volt. A másik projektnél, az egyel arrébban a városban, oda is terveztem egy házikót, és képzeljétek el, hogy az önkormányzat nem engedte meg, hogy a saját telkébe bemélyítsünk egy kurva nagy beállót gyakorlatilag, hogy be tudjunk állni egy betonpumpával, egy pumixal, vagy akármivel. Azt mondták, hogy nem. Nem adnak rá engedélyt. Viszont a telek az eleve egy szűk utcán lehetett elmenni előtte, és bekanyarodni a telekre egy kurvára meredek földúton lehetett csak. Több mint egy évig kerestünk olyan betonost, aki egyáltalán bevállalta, hogy oda be tud valamilyen úton módon menni, és be tudja önteni az alapozást. És ott is az volt, hogy se darúzható körüleges födénpallot nem tudtam betervezni, se monolit födémet nem tudtam betervezni, mindent elemes dolgokból. És odáig fajult a történet, ez az egész küzdelem meg minden, hogy feladták, és eladták az egész projektet mindenestől.
Na, és akkor kanyarodjunk rá a mostani podcast témájára, illetve a telkére. Ugyanez a gyakorlatilag csigavonalas fölfelé menet, és egy iszonyatosan meredek telken fönt kell építkezni. Ugyanis az összes többi épület, az, tehát a szomszédos épületek is fönt vannak elhelyezve. A teleknek a közép vonalánál ott van egy betonoszlop, ami tartja értelemszerűen a villanyvezetékeket, azaz ott bemélyíteni nagyon neccesen lehet. És ami nagyon nagy szerencse volt, hogy mivel hogy rendelkezik építési engedéllyel, amihez kötelező volt a talajmechanika meg a geodézia, meg tudta mutatni nekem az eladó, és egyébként tök jó fej volt, mert megmutatta a talajmechanikát. Hát gyerekek, letettem a hajamat tőle. Egyrésztről, amit a tulajdonos mondott, hogy hát a kis házat meg lehet tartani, meg hozzá tolni az új épületre mindent, így ebben a formában nem igaz, ugyanis a talajmechanikus leírta, hogy ha oda mellé épül egy új épület, akkor az úgy meg fogja nyomni mellette a talajt, hogy teljes lődbetonos alaperősítés nélkül ez a kis ház ez nem fog tudni megmaradni. Jöttek a pofonok. Az egyik az az, amit sejtettem, hogy sima sávalapozással ezt nem lehet megcsinálni az épületet, mert sávalap és lemezalap kombinációja kell a rendkívül nagy szög meredekség miatt. Nagyon nagy lejtős a telek. Ez az egyik. A másik, hogy előírta a talajmechanikus, hogy az, a munkálatok megkezdése előtt vízelvezető drénezést, meg vízelvezető árkot kell építeni az épület köré, így U alakba. Magyarul, hogy a rétegvizeket mindent elvezessük a leendő épület alól. Legalább az építés idejére. Ez már egyrésztről a lemezalap is már egy sokmilliós pluszköltség, ez az elvezetés, ez megint egy sokmilliós pluszköltség, és amitől utána letettem a hajamat, hogy előírta a talajmechanikus, hogy olyan szintűen szar a talaj, hogy amikor kiássák a pincét, akkor lőtt betonnal az egész falat, magyarul a hegyoldalt lőtt betonnal meg kell erősíteni. Ilyen rohadt nagy horgonyokkal előírta, hogy hány darab kell, meg egyebek, ahhoz, hogy ne omoljon rá a hegyoldal az egész házra. És le is írta egyébként, hogy nagyon speciális mélyépítési, kivitelezési tapasztalatokkal rendelkező cég szükséges ehhez. Azaz ezt Józsi bácsi a hat köművesével nem fogja tudni megcsinálni. Én azt mondanám, hogy ennek az alapozás, csak az alapozása ennek a háznak nagyon alsó hangon 20 millió forint lenne. És mondom, nagyon-nagyon speciális technológiát, szakértelmet, gépparkot igényel. Ez az egyik. A másik az az, hogy én egy Passattal járok, ami egy Suzuki-hoz képest viszonylag széles autó, de nekem is már, ha jött valaki szembe, mind a két félnek értelemszerűen teljesen le kellett húzódnia. Az egyik oldal az a támfalnak, a másik oldal meg a meredélybe húzódott le. És lemértem a telek előtt, a meredély és a villanyoszlop között van 270 centink. És ez egy zsákutcának a végén van, azaz bármi oda fölmegy, annak valahol meg kellene tudni fordulnia. Én még a személyautóval megfordultam, mert be tudtam egy ilyen mélyített kapubejáróba slisszanni, de abba a magasság meg minden miatt abban nem tud betolatni egy Pumix vagy egy mixer, a betonpumpáról nem is beszélve, ami akár 10 méter hosszú is lehet. És azáltal, hogy a teleknek a felső harmadába kell építeni, ezért ide alsó hangon kellene egy 36 méteres betonpumpa, de inkább az 54-es, és a talajmechanikus előírta, hogy nem lehet munkahézag az alapozásba, azaz együttembe be kell önteni az egészet. Most képzeljétek el, hogy ott akkor sorba kell jönnie, hát egy ilyen szintű alapozásnál én azt mondom, hogy kell 30-35 köbméter beton, mivel hogy meredek az utca, mivel hogy szűk az utca, itt 8 köbméteres mixerek nem tudnak feljönni, hanem maximum ezek a 4-5 köbméteresek. Azaz azt jelenti, hogy 7-8-10 mixernek kell jönnie, illetve hát ennyiszer kell fordulnia, ha mondjuk egy-egy mixerről beszélünk, vagy kettő-háromról beszélünk, amik nem férnek el egyértelmű, tehát teljesen ki van zárva, hogy még félrehúzódva se fognak elférni egymás mellett elhaladva
a fölfelé, lefelé menő jövő úton, iszonyatos koordinációt igényel az egész, és gyakorlatilag az egész csigavonalat fölfelé le kell foglalni arra a napra, amikor alapozás van, mert mondom, egy személyautó meg tudja akasztani az egészet. Ezért szoktam azt mondani, hogy egy lejtős teleknél rettenetesen fontos az, hogy 150 ezer forintért legyen egy talajmechanika csináltatva, amit a vásárláskor le tud rakni a vásárló elé az eladó, mert ezek nagyon sokat mondanak egy hozzáértő számára. Mert itt is, jaj, milyen jó a panoráma, nézzétek, milyen jó a panoráma, ellátni idáig, odáig, amodáig. Meg hogy nézzétek meg, milyen jó házat álmodtunk ide, csak hát jött a Covid, meg egyebek, igazából most már nem akarjuk megépíteni. És akkor mondja a fickó, hogy hát 200 négyzetméteres házat terveztek, és hát akkor, amikor tervezték Covid előtt, akkor ez 19-ben lehetett, akkor 80 millióból kijött volna. Meg a szamat azt. Már akkor se jött volna ki 80 millióból egy 200 négyzetméteres, még síkterepen sem. Az a 200 négyzetméteres ház, én most azt mondom, hogy ilyen erre a telekre, hát ha 300 millióban megállna, akkor szerintem a següket a földhöz vernék örömükbe. És az a baj, hogy oké, nem kell 200 négyzetméter, legyen 100 négyzetméter. De az nem azt jelenti, hogy 150 millióból felépül, mert az alapozásnak, meg egyebeknek a súlya, meg ez a lőtbetonos megtámasztás, ez iszonyatosan átbillenti az egészet. Egyszerűen ezt a telket nem szabad megvenni. És ezért fontos, hogy valaki olyan jöjjön ki telket megnézni, akinek egyrésztről van szeme, másrésztről, meg ha ott van egy talajmechanikai vizsgálat, ami mondjuk volt 70 oldal, akkor én tudom, hogy melyik az a kettő oldal, ami számomra fontos. És nem kezdtem el azt a 70 oldalt végig bogarászni, mert értelmetlen. Mivel volt ilyen lejtős telken építkezés tapasztalatom, ahol ráláttam a költségekre meg mindenre, tudom azt mondani, hogy mennyibe kerül, és nem bagatalizálom el a dolgokat. És én értem, mert van, akinek megéri a panoráma még minden ezt a felárat, de akkor legyen tisztába vele, hogy ez mivel jár. Ha azt vesszük, hogy most én jelenleg azt szoktam mondani, hogy tervezéssel minden együtt 2 év egy új építkezés, itt a technológia meg minden egyéb miatt, hát szerintem lazán a duplája időben is. De mondom, itt a legfontosabb az az, hogy nagyon-nagyon komoly céget kell keresni erre az egész mélyépítő munkára, amit nem húzol elő a farzsebedből. Ja, és még egy adalék, vicces vagy nem vicces, hogy mondtam a érdeklődőnek, hogy ha véletlenül megvenné ezt a telket, és mégis elkezdene rá építkezni, akkor engem ne keressen. Se tervezésre, se művezetésre, semmire. És az se érdekel, hogy az ötszörösét fizetné, nem. Ez annyira kockázatos, meg annyira odafigyelős, meg akkora rálátással kell bírni, hogy én nem akarom, és nem is tudom bevállalni. Itt például alapvetően kellene egy mélyépítéssel foglalkozó műszaki ellenőr, aki az alsó szinti építéseket felügyeli, meg minden egyéb, és utána jöhetne a magasépítési műszaki ellenőr. Ez nem hétköznapi ember számára való telek. Viszont az én szempontomból most ez a szemle, ez érdekes volt, mert egyrésztről össze tudtam kapcsolni a korábbi 2 lejtős telkes tapasztalatommal, másrésztről meg, ha valaki ilyesmiben gondolkodik és bele van szeretve a panorámába, akkor tudja, hogy mikre kell odafigyelni, hogy mit kell nézni. Nem veszünk úgy nagyon lejtős telket, amihez nincsen talajmechanika. Akkora mocskosul nagy, több 10 milliós pluszköltségeket tud jelenteni egy talajmechanika léte nem léte, hogy az eszméletlen. És nem perelheted be rejtett hibáért a tulajdonost a talajmechanika hiánya miatt, mert nem tudhatja ő sem. Egyrésztről, hogy te mit akarsz, másrésztről meg, hogy milyen ott a talaj. 150-180 ezer forint egy talajmechanikai vizsgálat, én úgy gondolom, hogy akár ezt felesbe érdemes megcsináltatni, ha komolyak a szándékok a telekre, de még én sem fogok tudni semmit mondani az alapozásról, meg egyebekről, feltételezéseim lesznek, de mint látszik,
egy ilyen lődbetonos megtámasztást, meg egyebeket, ez csak a talajmechanika tud kideríteni és előírni. Mert azt én sejtettem már, amikor megálltunk a telek előtt, hogy itt a sávalap önmagában nem lesz elég, mert nagyobb a rézsiszög annál, hogy elég legyen. Tehát már sávalap plusz lemezalappal is van egy több milliós jelentős plusz költségünk. De ez a rétegvízelvezetés meg a lődbetonos megtámasztás, ez aztán tényleg dobálja a plusz nagyon súlyos milliókat az egészre, és még ha lenne is ennyi pénze az érdeklődőnek, akkor is erre céget kell találni. Hát ennyi lettem volna a telekkel kapcsolatban. Sziasztok!